A NATO öles léptekkel halad a korábban közösen megrajzolt vörös vonalak átlépése irányába, és amellett, hogy a NATO az Ukrajnának szóló fegyverszállításokat és az ukrán katonák kiképzését az eddigieknél szorosabban akarja koordinálni, most már 100 milliárd dollárt akar még belepumpálni a háborúba. A magyar álláspont világos, a csatatéren nincsen megoldás, a csatatéren halottak vannak és pusztítás, megoldás kizárólag a tárgyalóasztal körül jöhet létre. Mi magyarok nem akarunk részt venni a NATO közös fegyverszállítási és ukrán katonák kiképzésére irányuló műveleteiben. És mi magyarok mindehhez nem is akarjuk odaadni a magyar adófizetők forintjait. Ezt az őrületet csak úgy lehet megállítani itt Európában, hogyha június 9-én békepárti politikusokat küldünk az Európai Parlamentbe. Ehhez Magyarországon is hozzá tudunk járulni, nem szabad elfelejteni, a béke színe a narancs, a béke neve pedig a Fidesz.